Egymással teljesen ellentétes kormányzati megszólalások a vasárnapi nyitvatartásról, miközben kemény adók készülnek a hipermarketek ellen. Az amerikai nagykövetség ügyvivője még nem döntötte el, hogy elmegye a Nemzetbiztonsági Bizottság meghallgatására, ahol a NAV elnöke tegnap nem jelent meg. A Prezi vezérigazgatója nyerte el az év internetes vállalkozója díjat Európában, amit eddig soha nem kapott még magyar cég magyar vállalkozó. Jó estét kívánok, ez a Hír 24. A KDNP délelőtt azt mondta, sinem van a vasárnapi bolt bezárás. Harag Péter frakció vezető sajtótájékoztatót is tartott, ahol közölte, a kormány támogatja a most benyújtott törvényjavaslatukat. Estére azonban kiderült, hogy mégsem. A szaktárca ugyanis rácáfolt Harrakra, vagyis egyelőre nem lesz vasárnapi bolt bezárás. Lesz azonban másadó, a kormány legalább 7 újabb terhet rakna a nagy áruházláncokra. László Pál riportja. Nem lesz vasárnapi vásárolgatás, benyújtották ugyanis a boltok vasárnapi zárvatartásáról szóló törvényjavaslatot. Ezek szerint évente csak 5 alkalommal nyithatnak ki a boltok vasárnap, kivéve ha az üzletet a tulajdonos és a családtagjai üzemeltetik. Vagyis az a család, amelyik kereskedelemre adta a fejét, és nincs nagy boltja, minden nap dolgozhat, a többiek nem. Mi elsősorban a munkavállalók családjára gondolunk, akik szeretnének együtt lenni azon a napon, amikor a gyerek is otthon van, és a szülők is. Mert ma nincs egyetlen olyan nap, amikor általánosan érvényes pihenő nap lenne. Ezért kell ez a szabad vasárnap, hogy együtt legyen a család, és a mama ne a pénztárgép mellett üljön. De a vásárlóknak is vannak szempontjai. Az ellenzők szerint azonban ennek hatására nem egy nap lesz sokak életében, amit a családjukkal tölthetnek, hanem akár az összes, mert egyszerűen megszűnik a munkájuk. De az egyik szakszervezet szerint ettől nem kell félni, szerintük ugyanis úgyis munkaerőhiány van. Az emberek többsége azért támogatja, mert olyan iszonyatosan leterheltség és a stressz azért, mert túl kevesen dolgoznak. Ennek elsősorban az elmúlt évek gazdasági válság az oka, hogy aki bent van a munkahelyen, az bár egyszerűen nem bírja. A KAVOSZ vezérigazgatója ennél egy kicsit konkrétabb volt ma. Mi megkérdeztük, kutatásokat végeztettünk, végigmentük az egész rendszeren, hogy melyik, hol, kinek mi a véleménye az egész dologra. És nagyon nagy dominanciában vannak a piacon levő emberek, vásárlók, akik azt mondják, hogy őket ne korlátozza senki, ők szeretnének menni akkor, amikor ők akarnak vásárolni. Majdnem 70%, 67,1% volt az, aki azt mondta, hogy ő nem szereti a bezárva boltokat látni, őt ne korlátozzák. A KDNP szerint a tervet a kormány támogatja. Igaz, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter még nem ezt mondta a napokban, de Harag Péter szerint ez csak egy vélemény. A boltoknak a vasárnapi bezárás csak az egyik csapás lesz jövőre. A tervek szerint a kormány legalább 7 új terhet rakna a nagy áruházláncokra. Az élelmiszerlánc felügyeleti díj emeléséből legalább 30 milliárd forintos bevételre számítanak. Ezt mindenkinek fizetnie kéne, akinek legalább 500 millió forintos a forgalma. Látható, hogy az összes nagyobb magyarországi cég érintett lenne, de nem mindenkinek kéne fizetnie. Bár a Coop és a CBA a három legnagyobb áruházlánc között van, rájuk alig vonatkozna a törvény, mivel ők egy olyan rendszerben üzemelnek, ahol több száz üzletre aprózódik szét a forgalom. A már említett vasárnapi zárvatartás mellett a két veszteséges év utáni kényszertörlés akár le is felezheti a mostani áruházláncok számát. Vagyis ha egy cég 2 évig veszteséges, kötelezően le kéne húzni a rolót. A Tesco éppen hogy megúszná, de a Spar, az Osan, a Metro és az Aldi bezárna, ha ez így maradna. És egy kisebb válság az egész szektort lenullázná. De diszkontláncok üzletei zárhatnak be a belvárosban, ha kitiltják őket a világörökségi területekről, míg a tömény italok árusításának tilalma 60-70 milliárd forintos bevétel kiesést jelentene. És tiltanák a bevásárlóbuszos utaztatást, vagyis vége a Tesco busznak. És a törvény eleve erőfölényben lévőnek tekinteni azt, akinek 10%-nál nagyobb a piaci részesedése. A sok-sok adót csak azok a cégek tudják elkerülni, amelyek kis egységekben működnek, vagy eleve apró, kis választékkal üzemelő boltok.
Rizsán László szerint sokkal jobb lenne, ha ezt az egészet elfelejtenék. A dolgozók eldönthessék, hogy most akkor ők mit szeretnének igazából, vasárnap otthon lenni, vagy esetleg többet pénzt keresni, ezeket mind meg kell adni döntés szinten valamilyen módon a munkáltatókra és a munkavállalókra. Az minden esetre már most kiderült, hogy a kormány mégsem támogatja a vasárnapi boltbezárást. A hvg.hu-nak küldött levél szerint a kormány tárgyalt a KDNP javaslatáról, de döntés csak később születhet. László Pál, Hír 24. Jövőre is marad a reklámadó. Korábban a hvg.hu arról írt, hogy a kormány jövőre 4 milliárd forinttal kevesebb bevételre számít a nyáron kivetett reklámadóból. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből azonban kiderül, hogy ez az adóforma szerintük beváltotta a hozzáfűzött reményeket, így marad. Még nem döntött el az amerikai nagykövetség ügyvivője, hogy elmegye a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésére. A testület fideszes alelnöke tegnap bejelentette, hogy a korrupciós botrány miatt meg kellene hallgatni André Kundfrendet. Az ügyészség nem indít büntetőeljárást, mert nincsenek a kezében bizonyítékok. A NAV átvizsgálását pedig maga az adóhatóság elnöke, Vida Ildikó vezeti majd. Rédi Balázs összefoglalója. Volt, aki teljes dobozon, más plakáton kereste a NAV hiányzó elnökét. Beindult a mémgyár Vida Ildikó eltűnése után. Nem nyilatkozom, hagyjon békén, legyen szíves. Az adóhatóság elnöke a kitiltási botrány kellős közepén ment szabadságra. Aztán előkerült és elismerte, hogy tényleg ő az egyik érintett. Majd rácáfolt a kormányra, ahol hetek óta azt állítják, hogy nem tudják, kiket tiltottak ki. Vida Ildikó azt állítja, ő szólt a kormánynak, de azt nem mondta meg, hogy kinek. Azt kérjük Vida Ildikótól, hogy szíveskedjék megnevezni, hogy kinek jelezte, tessék nyilvánosságra hozni azt a levelet, amelyben tájékoztatta a magyar kormány. Vida viszont hallgat. A NAV-tól azt írták, az elnök már nyilatkozott, további hozzáfűzni valója nincs. Tegnap a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésére sem ment el. A fideszes többség viszont a következő ülésen nem őt akarja meghallgatni a korrupciós ügyek miatti kitiltásokról, hanem az amerikai nagykövetség ügyvivőjét. Elismeri, hogy tényekkel rendelkezik ebben az ügyben, érdemes meghallgatnunk. Az ügyvivő egyelőre nem döntötte el, hogy elmegye a bizottság ülésére. Úgy tudjuk, André Kundfrend most nincs is Budapesten. Nemzetközi jog szerint semmilyen módon nem lehet idézni egy diplomáciai képviselőt sehova, semmilyen hatóság semmi elé. Diplomataként ugyanis mentessége van, mondja a nemzetközi jogász. A diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény ezt konkrétan nem engedi meg. Mi a következménye, hogyha nem megy el? Ennek a jelen esetben szerintem semmilyen következménye nem lesz. Szóval az ügyvivőt legfeljebb beszélgetni hívhatják el a bizottság tagjai. De ez is ritka, mert a diplomatákkal a külügyminisztérium tartja a kapcsolatot. Kundfrend ennek ellenére dönthet úgy, hogy elmegy. Segítheti a helyzet rendezését egyrészt, másrészt pedig nyilvánvalóan az amerikai ügyvivő számára is érdekes információkat nyújthat az, hogy ott vele milyen stílusban beszélnek, milyen kérdéseket kap. A tegnapi interjúból kiderült, hogy a korrupciós ügy NAV-ot érintő szálait maga az érintett Vida Ildikó fogja kivizsgálni. Megkérdeztük az ügyészséget, hogy ők indítanak eljárást. Azt írták, hogy nem tudnak. Szerintük ehhez konkrét adatokra, illetve az azt alátámasztó bizonyítékokra van szükség. Ők viszont eddig senkitől sem kaptak olyan információt, adatot, amely egy konkrét személlyel kapcsolatban gyanúra adhatna okot. Ezen adatok hiányában viszont fel sem merülhet konkrét büntetőeljárás kezdeményezése. De megnyugtatásul több másik esetet is felsoroltak, amikor eljártak az adóhivatal dolgozói ellen. Rédli Balázs, Hír 24. A főpolgármester bejelentette, összevonja a Budapesti Közlekedési Központot, a BKK-t és a Budapesti Városüzemeltetési Központot, a BVK-t. A két cégből egy lesz. Tarlós István a Magyar Nemzetnek megerősítette, a Városigazgatóság, amelyhez az összes közszolgáltató, így a BKK is tartozni fog, gazdasági társaság lesz, igazgatósággal és felügyelőbizottsággal. A vezérigazgatói poszt várományosa pedig Bán Tamás, a Városüzemeltetési Központ korábbi vezetője. Tardos azt is elmondta, hogy megállapodott az MSZP-vel a közgyűlési frakciók megszüntetéséről. Árvai Péter a Prezi vezérigazgatója nyerte el az év internetes vállalkozója díjat. Az Európai Bizottság azért alapította a díjat, hogy ezzel jutalmazzák az Európából indult és Európában működő innovatív cégeket. A díjért 27 országból összesen 1200 vállalkozás indult. Egy zsűri kiválasztotta azt a 12 céget és vállalkozót, akik bejutottak a döntőbe.
de a végső győztesről internetes szavazás döntött. Ezt a díjat eddig soha nem kapta még magyar cég vagy vállalkozó. Árvai Pétert délután a munkahelyén kerestem fel, és ha lehetne, receptre írnék fel mindenkinek vele egy beszélgetést. Mindenki nálatok akar dolgozni, amikor itt megmutatjátok a feltételeket, és hogy milyen körülmények között lehet itt dolgozni? Tehát, hogy van itt joghurt, csocsó, szabad foglalkozás, minden, mi szemszájnak ingere, és így azt láttam az emberekben, hogy mosolyogva dolgoznak itt. De azt vettük észre, hogy ahhoz, hogy a Prezi sikeresé váljon, boldogak kellenek, hogy legyenek az emberek. Ebéd, ingyen ebéd, lehet reggelizni, de lehet lazítani is amúgy, tehát, hogy vannak jógaórák, meg ilyen dolgok. Ez a fajta motiváltság, ez a fajta pozitivizmus, ez honnan? Az optimizmus, ez nem garantálja a sikert, de hogy az szükséges ahhoz, hogy valami tudjon építeni az ember a jövőjét. Csak azért kérdezem ezt, hogy te nem Magyarország, tehát Erdélyben születtél, Svédországban nevelkedtél fel, Amerikában élsz. Svédországban nőttem fel. És ugye a magyarokra nem igazán jellemző, sokkal inkább a pesszimizmus jellemző. Aha. Tehát, hogy ez a fajta szemlélet, ez azért van, mert hogy nem nálunk nevelkedtél? Jó, a kultúra az mindenképpen befolyásol, de lehet látni is amúgy Amerikában is, ahol az egész ország egy emigrált emberiség. Mindenfajta országból jöttek az emberek, és ott ez az optimizmus, ez része volt annak, hogy Amerikát felépítse szerintem. Tehát én szerintem az optimizmus az nem egy garancia arra, hogy siker legyen, de hogy szükséges komponens ahhoz, hogy merjünk hinni a jövőbe és a jövőt építsük. Akkor, amikor te létrehoztad a cégedet, akkor mertél nagyot álmodni? Mertél ilyen díjról álmodni? Ez 2008-ban volt, mikor létrehoztuk a céget, épp egy nagy recesszió volt. Azt mondtuk, hogy szeretnénk versenyezni az Apple-el, Google-el és a Microsoft-tal, és úgy néztek ránk, mint a... Hát el tudok, korábban még nem is volt pénz arra, hogy például a fizetésemet kifizessük. Tehát, hogy... Ez egy nagy rizikó volt, amit azért vállaltunk be, mert azt hittük, hogy tudunk segíteni az embereknek jobban elmesélni az ő történeteiket, és azt gondoltuk, hogy ez sikerül, akkor nemhogy csak boldogabbak lesznek, hanem még akár hajlandóak lennek fizetni is ezért, és ebből épült a cég. Hogyan értékeled ezt a díjat? Neked mi ebben a legfontosabb? Nekem ebben a legfontosabb az, mikor olyan dolgokat látok például a híradóban, hogy a következő Prezi. Lehet Magyarországról nagyon-nagyon jó dolgokat csinálni, és nem kell abszolút elköltözünk ezért, hogy ez megtörténjen. Most már elmehetnél bizonyára nyugdíjban, mégsem teszed, elég fiatal is vagy hozzá, de mi az, ami még előre visz? Most 45 millió ember elkezdte használni a Prezit, de mi azt gondoljuk, hogy 2 milliárd embernek tudnánk segíteni az ötletmegosztásban. És ehhez még ez csak egy csepp víz a tengerbe. Sokan szeretnének eljutni Magyarországról most olyan emberekhez, mint Barack Obama, de nem igazán sikerül nekik, és nem is fogadják őket. Te mégis egy csomó olyan emberrel fogtál kezet, Obamától kezdve. José Manuel Barroso. Barrosoval közül egy selfie. Tehát nem mindenkit fogadnak téged, hogy és miért? Azt látják, hogy a Prezi ad egy esélyt embereknek a kreatív kifejezésre. Egy működő gazdaságot már korai kortól kell, hogy inspiráljuk a gyerekeket a kreatív gondolkozásra. És én szerintem ez őket nagyon izgassa, és persze, hogy fontos ahhoz, hogy a jövő Európát vagy a jövő Amerikát létrehozzák. Jogellenesen különítette el a cigány gyerekeket a nyíregyházi Sólya Miklós Egyházi Iskola, így szeptembertől már nem indulhat új első osztály a Huszártelepen. A gyakorlatilag csak romák lakta Huszártelepen lévő iskola az önkormányzat tulajdonában van, de 2011 óta a görög katolikus egyház üzemelteti. A szegregációt például azzal segítették elő, hogy megszüntették a telepi iskolabuszt. Molnár Fruzsina riportja. Van, aki örül az ítéletnek. A megoldás az, hogy a közösségben járnak magyar gyerekekkel. És van, aki nem. Mi szülők tudjuk azt, hogy nekünk mi a jó, és szerintem minden szülő a saját gyerekének azt akarja, hogy a legjobb legyen. Bármelyik iskoláról is lehet szó. Én azt látom a legjobbnak, hogy ez az iskola, ami most jelenleg működik, ez maradjon meg, mert ezt mi választottuk. A bíróság jogerős döntése szerint ugyanaz iskola újranyitását a szülők kezdeményezték, az egyházmegye és az önkormányzat mégis szegregált, amikor nem adott választási lehetőséget a Huszártelepen
telepi gyerekeknek, hogy más iskolába járjanak. Bakó Pál bíró indoklásában elmondta, hogy a már korábban szegregálás miatt bezáratott, majd 2011-ben újra nyitott iskola tanulóinak 100%-a hátrányos helyzetű. Felük pedig még halmozottan is az. Megállapítható, hogy az elsőrendű alperes terhére a jogellenes elkülönítés megtörtént. Ez pedig senkinek sem jó, legkevésbé a gyerekeknek. Nem tud érettségit, majd diplomát szerezni. Így nem lesz jól fizető munkája sem. Eképpen nem fogja a gyerekét a belvárosi iskolába iratni. A szegregáció tehát csak a nyomort örökíti generációról generációra. Az Alperes Egyház képviselője nem örül a jogerős döntésnek, de szerinte mégsem kell bezárnia az iskolának. Nem kell bezárni, a 4 osztályt tovább visszük. Nagyon fontos üzenet, hogy az eddig fölvett gyermekeket tovább taníthatjuk, és azt a munkát, amit elkezdtünk, azt folytathatjuk. Az ítélet szerint az oktatást felmenő rendszerben kell majd megszüntetni. Az ügyet kirobbantó alapítvány szerint nem kizárt, hogy az egyházmegye a kúriáig is elmegy, hát ha más döntés születik. Nagyon-nagyon remélem, hogy most már az egyház belátta, hogy ez nem jó a gyerekeknek, káros, ami a szegregált iskolában történik, és én tényleg tisztelettel kérem püspök urat, ne indítson új első osztályt szeptembertől a Sólya Miklós iskolában. A Szociális Államtitkárság az ítélet után kiadott közleményében úgy reagált, hogy bár a kormány elítéli a szegregációt, vannak olyan esetek, ahol elfogadható az elkülönítés. Például a Huszártelepi. Bátori Róbert, Molnár Fruzsina, Hír 24. Mocsai Lajos rektor lesz, mivel a Testnevelési Egyetem szenátusa őt választotta az intézmény rektorjelöltjének, a pályázatát pedig méltónak találta a posztra. Mocsai Lajos 1978 óta tanít az intézményben. Mocsai Csendes Zsolttal szemben nyerte el a rektori jelölést. Békésnek indult a tegnap esti londoni tüntetés, a végén aztán mégis összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel. Az Anonymous csoport által szervezett demonstráción a megszorítások és a megszorítások okozta szegénység, no meg a vezetők ellen tiltakoztak. Németh Árpád összeállítása. Guy Fawkesra, a Lőpor összeesküvés mártírjára hagyományosan november 5-én emlékeznek meg minden évben. Ő az, akinek a jellegzetes állarca mögé bújnak az Anonymous csoport tagjai. Most is állarcban indultak el a Trafalgar térről a Buckingham palota felé, a parlament előtti téren azonban rendőri kordon tartóztatta fel őket. Egy rövid ideig. A bátrabbak felöklelték a fémkerítést, de nem sikerült megtörniük a rendőrök kemény védekezését. Az egyébként békésnek tűnő Bobik ezúttal a gumibot használatától sem riadtak vissza, és ennyiben kiismerült az összecsapás. A tüntetők a végén levették állarcaikat, és készségesen nyilatkoztak, méghozzá nem is névtelenül. A világ vezetői csak azzal törődnek, hogy nekik legyen elegendő pénzük. Az empátia hiányzik belőlük, ez nem demokrácia, panaszolta Helen Jordan. Elégedetlen vagyok a világ vezetésével és a dolgok menetével, mondta kissé akadozó nyelvvel Matthew Johnson. A hatalmat meg kell osztani. A vezetők irányítsák önmagukat, a hatalmat meg átvesszük helyettük, tudotta meg Shelley. A szervezők azt állították, hogy több százal tegnapihoz hasonló demonstrációt szerveztek egyidejűleg, de más tüntetésről nem érkezett hír. Németh Árpád, Hír 24. Hajnalban 4 napos hétfőig tartó sztrájkba kezdtek a német vasutasok. Fizetésemelést követelnek. A vonatok egyharmada közlekedik csak, ezért már most attól tartanak, hogy komoly fennakadások lesznek a berlini fal lebontásának a hétvégére tervezett ünnepség sorozatán. A németországi munkabeszüntetés miatt korlátozásokra és késésekre kell számítani, figyelmeztetett a MÁV. A Budapestről Berlinben, illetve Hamburgba tartó szerelvények vasárnapig Dresdáig közlekednek csak. A müncheni és frankfurti járatokban nem lesz változás. A napszáma 101 éves korában meghalt Ching Hui, Peking legnépszerűbb figarója. Több dokumentumfilm készült a legendás mesterről, legutóbb például egy török csatorna mutatta be. Ching 80 éven át hajat vágott és borotvált. A múlt század elején kezdte pályafutását, és akkor még a letűnt kort idéző férfi coffoktól szabadította meg kuncsaftjait. És most még egyszer a nap legfontosabb hírei.
Egymással teljesen ellentétes kormányzati megszólalások a vasárnapi nyitvatartásról, miközben kemény adók készülnek a hipermarketek ellen. Az amerikai nagykövetség ügyvivője még nem döntött el, hogy elmegy a Nemzetbiztonsági Bizottság meghallgatására, ahol a NAV elnöke tegnap nem jelent meg. A Prezi vezérigazgatója nyerte el az év internetes vállalkozója díjat Európában, amit eddig soha nem kapott még magyar cég vagy vállalkozó. Ez volt már a Hír 24, hamarosan időjárás jelentés következik, hírek naponta négyszer, itt a Story 4-en, és ma este 9-kor még foci is lesz, méghozzá az Európa Liga újabb mérkőzése, a Sevilla csap össze a Standard Liège-zsel. Köszönöm a figyelmüket mára, viszontlátásra!